Szeretettel köszöntjük a Főnix Konyha nézőit! Marosvásárhelyen vagyunk a Petri Látványműhely és Múzeumban, ahol közösen el fogunk készíteni Kocsonya Kálmán mesterszakáccsal egy fantasztikus étket. A séf úr Magyarországról érkezett hozzánk, és elmondja, hogy milyen étket fogunk majd készíteni önöknek. Tisztelettel köszöntöm a nézőket! Szeretnénk ma a kollégámmal egy autentikus erdélyi étel készíteni. Többek között, mitől lenne ez egy hiteles erdélyi? Nyilván az, hogy itt vagyunk Erdélyben. Ez így van. Másrészt a kollégám is erdélyi, én nem. De amitől ez igazából az lesz, hogy fogunk készíteni egy puliszkát, ami egy krémes puliszka lesz, köretként. Fogunk készíteni hozzá egy rostonsült szűzpecsenyét, ami ez egy nagyon kiváló erdélyi szalonnát adtunk, ez a Petri Csárnak a termékekből való, és hát nyilvánvaló ez váratlan egy nagyon jó minőségű étel fog ebből jönni. És hogy még mitől hiteles? Attól, hogy az erdélyi salátalevest kicsit újszerűen átgondoljuk, és ez a salátaleves, ami emlékeztet egyébként arra, ezt átmódosítva egy ragú lesz a társítva egyébként a húsétel mellé. Fogjunk is akkor hozzá, és készítsük el a mai fogásunkat. A salátaraguját is el fogom majd készíteni. Egyrészt abból fog állni, hogy egy már előre összevágott finom erdélyi szalonnát, annak lesz az alapja. Addig én átjövök ide. Jó. Szalonnát akkor kockára vártuk, ki fogjuk majd pirítani. És amikor ez megpirul, teljesen pörcös lesz, akkor kiszedjük belőle, és a zsírjában fogjuk elkészíteni a hagyományos salátát, ami hát most nem lesz olyan hígleve, hanem egy ilyen sűrűbb lesz, amitől aztán össze fog állni remélhetőleg a végén a ragú. Minden ételkészítésnek egyik alapja a kiváló alapanyag, anélkül én azt gondolom, hogy a legjobb tudás sok szerint sem tudnék megfelelő és minőségű ételt adni a vendégek asztalára. A krémes puliszka elkészítése úgy fog elkészülni, hogy a vízbe sertés zsiradékot fogunk tenni, amitől krémesebb és lágyabb lesz az állaga. A vizet ízesíthetjük egy kevés sóval. És a megsült szalonnapörcöt kiszedjük a vizetéből. Ezt majd félretesszük tálalásra. A zsírját, ugye, mint mondtam, ez felhasználni fontos a készítésre. A kukoricadarát, vagy erdélyesen puliszkát hozzáadjuk a vízhez, fokozatosan keverjük, és hogyha készen vagyunk vele, tálalás időpontjáig félretesszük. A fokhagymát teljesen lepépesítjük, egészen finomra. Ezt lehet így késlapjával is, de lehet lereszelve is hozzátenni. Az előbb összetudott fokhagymákhoz hozzáadjuk a bőrös fagymához. Épp hogy csak megfutatjuk, illatoztatjuk a fokhagymát, nehogy megkirúljon, mert ha túlságosan túlva helyűjtve, akkor ez keserű lesz. Ezt most kislángon majd átvárolgatjuk. Meg kell várnom, míg a saláta kis összefogja. Megszorhatjuk egy kevés fűszerpaprikával is, mivel a fűszerpaprika zsírban oldódik. Eljött az ideje, most tegyük el. Így van. Én hozzásom. Így van. Hozzáadjuk a tejpőt. Ez egy házi tejpő, maga zsírtartalma. Azt kell mondjam, hogy ez egy csomót. Kiforraljuk bele. A szalonnától kellő sósságot kapott, ezért külön nem sóztam meg, hiszen már akkor elhúznánk a só mennyiségét a felételben. Én neki fogok, addig elkészítem a sertésszüzet, egy kevés zsiradék a grillezett serpenyőbe.
ízesíthetjük egy kevés őrölt fekete borssal, sózni nem fogjuk, hiszen a szalonna önmagában is eléggé sós. Körben, ami tetszik, hát ez a hófehér szalonna, ez egy erdélyi szalonna, és azért teszik körbe elsősorban hogy egyformán kör alakú legyen, másrészt pedig, ha elkezdődő kisülni a zsirulék, akkor egy nagyon jó ízű, kellemes, füstölt ízű hús fogunk kapni, és lehetőség szerint ettől még szaposabb lesz a hús, főleg, hogyha nem sütik túl a vendégnek. Akkor a séf úr el is kezdheti a tálalást, kezdjük a puliszkával. Jó, elég krémes állagú, szerintem ez pont olyan, amilyet mi szerettünk volna. Én a salátát ki fogom tálolni a tányérra. Jöhetnek a csodaszép sertésszűzérmék. Arra gondoltunk, hogy ha már egyszer arról beszéltünk, hogy salátaleves, tojás, azt szokás szokták enni, ezt kicsit átköltve, ezért mi úgy gondoltuk, hogy főtt, füstölt fűrtojás illik hozzá, és egy kis darabokra vágva, cikre darabolva tesszük rá, hiszen méretében ez igazából gondolom jobban díszít és elegánsabb is rá. Megszórjuk szalonnapörccel, ne sajnáljuk belőle a szalonnát. Egy kis rozmarin darabot díszítésnek, el is készült ez a remek fogás, a közös munka meghozta a gyümölcsét, én szerintem nagyon jól sikerült. Így van. Csak meg tudom erősíteni a kollégának a szavait. Tradicionális ételek újabb köntösben, jó étvágyat kívánunk hozzá, a viszontlátásra! A Phoenix konyha a Terézia tejtermékeit használja. A műsor támogatta a Merkur, a székelyföldi üzletlánc. Petri, az ízek mestere. Laguna Pizza, az ennivaló barát. A Phoenix konyha a Sike Tamás borokat ajánlja. Csapatunk autóit a székelyudvarhelyi Eurocar Trading szervizeli. Lemsz, álmaid bútora. A Phoenix konyha késeit az Akutum csapata biztosította. Média partnerünk az Udvarhelyi Híradó Kft. Lapcsaládja, a Kulmédia, a Prima Rádió és a Nőileg magazin.